A következő készülék egy Optoma EP1080-as Native Full HD készülék, jelenleg HDMI bemenetről hajtva, de található rajta digitális DVI 2 darab D-Sub monitor kimenet, mindenféle hangbemenetek, RJ45-ös hálózati vezérlés is. A jelenlegi vetített kép 2 méter széles, nagyon szép. Ez a készülék még a 095-ös DDR Full HD DMD chippel szerelt készülék, tehát sokkal szebb a képe, mint a kis 065-ös DMD chipeknek. Jelenleg sötétített szobában vetít a készülék, de a 3600 hansi lumenes fényerőnek köszönhetően akár nappali fénynél is megállja a helyét. Ez most egy standard lámpa fényerejű vetített kép, ettől még fentebb lehet kapcsolni, de azt is meg fogjuk nézni mindjárt. A készülék 2 darab picike hangszóróval rendelkezik. Ezek viszonylag jól szólnak, de házi mozihoz nem ajánlott, inkább egy külső hangrendszer kell. Maga a készülék az viszont egy szuper házi mozigép lehet. Akinek nincs szüksége a 3D-re, annak nagyszerű választás, hiszen teljesen üvegoptikával rendelkezik, ami a mai Full HD gépekre sajnos nem jellemző, mert szinte mindig a műanyag optikát használják, aminek a nagy hátránya, hogy idővel és hőhatására vetemedik, görbül, hajlik és romlik a képminőség. Itt erről ugye nem beszélhetünk, ezért lehet még mindig ilyen gyönyörű a képe ennek a készüléknek. Feketék nagyon szépek, mélyek, a színek rendben vannak. Új utángyártott izzó van benne, ezt nagyon fontos megemlíteni, ami 2 darab órán keresztül lett eddig járatva, hogy minden rendben van-e vele. A gyári izzója is megvan, amit odaadok szívesen, ez még begyújt, de már nem használható, mert ez 3000 órát futott, így érdemes lenne az új izzóval használni. Gyári távirányítója is megvan, természetesen ezt is adom, valamint egy tápkábelt. És akkor most átváltunk egy szobavilágításos módba. Ugyanaz a 2 méter széles kép, jelenleg szobavilágítás mellett. Ez sem okoz gondot a készüléknek. Így is nagyon szép a vetített kép. A gépház teljesen fekete, így moziszobában is szépen elhelyezhető, nem feltűnő, a gombok világítása lekapcsolható.